Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió. Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Szent Ábrahám vendégei vagyunk. A Benedekelek Általános Iskola 22 éve szervez mesemondó versenyt nagy sikerrel. Közel 10 éve a verseny az országos mesemondó verseny előválogatója. Meghívottainkkal a mese fontosságáról és a mai üzenetéről beszélgetünk. Akkor indítsunk egy mesével. Fodor Borókát, a Székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 5. B-osztályosát hallgatjuk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk. A bölcs pásztorfiú. Volt egyszer egy pásztorfiú, aki minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba mendemonda, semmi más! Jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét említették előtte. Hanem az udvarbéliek addig unszolgatták a királyt, míg az engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a fiút. 3 kérdést adok fel neked, mondta. Ha mind a 3-ra megfelelsz, fiammá fogadlak, és itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben. Lehetett hallani még a légy szárnyának is az izegését. Aztán a király föltette az első kérdést. Mondd meg nékem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, megmondom, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Jól van, erre jól megfeleltél, de lássuk, meg tudsz-e felelni a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncokba nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. De aztán a fiú semmit nem számolt, hanem fogta a papírlapot, és telerajzolt a parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pöttyögetett rá, hogy aki ránézett, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Amikor végzett a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron. Csak össze kell számolni. Megnyúltam most a tolnokok képe is. Megijedtek, hogy még utóbb a király velük számláltatja meg a pontocskákat. A királynak egészen megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Kíváncsian nézegette, amint feladta a 3. kérdést. Már csak azt mondd meg nekem, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire az körüljárja. Arról hegyre minden 100. esztendőben száll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Az a hegy, mikor elkopik ettől, akkorra telik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, megálltad a próbát, egy bölcsen felelhetett volna különbül. Mától fogva itt fogsz lakni nálam a palotában, és ország világ előtt fiammá fogadlak. Ez így volt, mese volt. Aki hallgatta, azé volt. Mikrofonunk előtt Szőcs Enikő, a Szent Ábrahámi Benedekelek Általános Iskola igazgatója. Annak idején, amikor elindítottuk ezt a versenyt, akkor az iskolánkat szerettük volna megmutatni másoknak is. És kerestünk
olyan megnyilvánulást, amivel idehívhatjuk a környék, a vidék iskoláit. Mivel iskolánk negyed évszázada a Benedekelek nevet viseli, a mesemondást találtuk legkézenfekvőbbnek, és elsősorban ugye Benedekelek és Benedekelek feldolgozásában megjelent népmesék. Ez lett volna a cél, hogy ezekkel a népmesékkel versenyezzenek a gyerekek, és így indult el annak idején. Alapjában nagy változás nem történt, ami az oktatást illeti, de maga az iskolánkban, a tanulóanyag összetételében, a tantestületi összetételben bizony lényeges változás történt. Hiszen azóta, akikkel elkezdtük, és tulajdonképpen aki megálmodója és elindítója volt az akkori magyar szakos tanárnőnk, ő már réges-régen nyugdíjas, Zsigmond Ibolyáról beszélek, és bizony még nagyon sok kollégánk, akikkel akkora akaraterővel és lendülettel és hatalmas szívvel kezdtük ezt a tevékenységet, nagyon nehéz volt eleinte. Mi egy kicsi iskola vagyunk, jelentéktelen is mondhatnám porszem, hisz annyi nagy iskola van. És mégis mi voltunk azok, akik Hargita megyében, vagy akár itt a környéken az első mesemondó versenyt megszerveztük. Akkor mi falusi iskolákra gondoltunk elsősorban. Arra gondoltuk, hogy a kisfalusi gyereknek olyan kevés lehetősége van megmutatkozni. Ők egy kicsit bátortalanok is, félénkek is. Úgy gondolják, hogy a nagyvárosi iskolában tanuló gyerekek talán többek, mint ők. Nyilvánvaló Keresztúr olyan közel van hozzánk 5-6 kilométerre, és mivel keresztúri iskolák is mindig meghívnak a rendezvényeikre, hát mi keresztúri iskolákat is meghívtuk. Aztán lassan fejlődött a verseny, több támogatót kaptunk, mert úgy gondoltuk, hogy ha meghívunk valakiket vendégségbe, akkor azt székely emberhez, Benedekelek elképzeléséhez méltóan, mesebeli módon lássuk is el őket, étel is legyen, ital is legyen számukra, és az mindig helyi legyen, tehát ami itt állítódik elő. Hát amiben könnyebbé vált most rendezvényünk az az, hogy a támogatók már ismernek. Tudják, hogy amivel támogatnak, az jó helyre kerül. Már nem kell toborozni, meggyőzni főleg a támogatókat, hogy érdemes ezt a rendezvényt támogatni. Ami pedig a negatívum az, hogy egyre kevesebb gyerek akar mesét mondani. Főleg a nagyobb korosztálynál, tehát 5-8-os, 9-12-es gyerekek száma kezd elenyésző lenni. Most már közel 10 éve ez a verseny az országos vetélkedő csatlakozott, tehát országos vetélkedő előzetese ez a verseny. A 9-12-esek is olyan közel 5-6 éve részt vehetnek ezen a versenyen. Falvakon annyira kevés az a gyerek, vagy kezd kevés lenni az a gyerek, aki vállal plusz. És valószínű, hogy nem csak gyerekeknél probléma ez, hanem a pedagógusok is közben, új pedagógusok kerültek, és olyan sok verseny is szerveződik, hogy lehetséges, hogy ez a mesemondó, amely szinte ugyanúgy szerveződik, és ugyanolyan feltételek közepette, ami az elbíráló bizottság szempontjait illeti, nem biztos, hogy vonzó a pedagógus számára, és nem biztos, hogy ezt a mindenképpen áldozattal járó felkészítést felvállalja. A vetélkedő mindig színvonalas szokott lenni, és nyilvánvaló sok szempontnak meg kell felelni a gyereknek, és inkább akkor egy egyszerűbb, másabb vetélkedőn vesznek részt, és még akkor is, ha a tét nagy, ugye, mert országos vetélkedőre kerülhet innen, akkor sem kockáztat, nem hozzá el a gyereket, meg népviselet is kötelező, ugye, nem minden családnál a láda fiában van ott a népviselet, különösen keresztúrvidéki családoknál nem hagyomány, hogy minden családban ott van a különböző korosztálynak megfelelő népviselet. Udvarhelytől felfelé, Csíkszereda felé, ez olyan magától értetődő. Nálunk ez nem. Nem is sajátos a népviselet. Ezért mindig futkározni kell egy székely ruha után. Ez is megpróbáltatás, mert gyakran a tanerő kell ezt megtegye. Nagyobb a felelőssége ennek a versenynek, mivel országosra juttatják a gyerekeket? Felkészültebb gyerekekkel menjenek az országosra innen? Mint akkor, amikor nem az országos verseny volt a tét? Úgy gondolom, igen, de felkészítő pedagógusnak mindenképpen nagyobb kihívás. A gyereknek én szerintem nem. Eddig is tulajdonképpen az a gyerek, aki szépen mondta a meséjét, úgy belülről jött neki, érzéssel mondta, mindig az az igazi és szép. Én gondolom, hogy az országos mesemondón is ez az értékrend működik. A mesét valahogy nem tanulni, hanem mesélni tudni kell, valahogy születnek is rá egyes emberek, és korosztálytól független. Egy kisgyerek is tud jó mesemondó lenne. Igaz, hogy a külső is számít
lényegesen számít. De azért alapjába véve azt számít, hogy ő igazándiból tartalmazza azokat az adottságokat, hogy ő jó mesemondó legyen, hisz régen is falu helyen nem tanították a mesét. Szájról szájra terjedt, és volt, aki nagyon jó ízűen tudta mondani a mesét, és volt hallgatósága, és volt, akinek ez ugye nem ment. Az igazi jó mesemondó az érzéssel mondja, és nem az a lényeg, hogy őt a pedagógus tanította, az édesanyja, a nagymamája, vagy a dédnagymama, hanem az, hogy ő hozza magában ezt a képességet, hogy jó mesélő legyen. És ezt keresnénk mi. Sajnos, hogy kezd átalakulni, mert a pedagógus bizonyítani akar a gyerekkel, és sok esetben igen-igen betanítják. Nem olyan élvezetes az a mese, amit betanítanak, és a gyerek úgy betanulva visszaadja. Nem érzi a mesének a lényegét. És szerintem az a fontos, hogy a mese, amit mondani akar, azt fejezze ki a gyerek. Az utóbbi időben én találkoztam nagyon sok gyerekkel, aki próbálkozik meseírással. Vajon, hogyha teret kapnának ezek a gyerekek, akik próbálkoznak meseírással, nem lenne a többiekre is ez vonzó hatással? Az elején mesét mondok, aztán mesét próbálok írni. Vajon nem lehetne ez egy megoldás hosszú távon? Mert ha így haladunk, csökkenő gyereklétszáma lehet, hogy 10 év múlva nem fogunk itt beszélgetni. Igen, ez egy nagyon jó kihívás az, hogy hiányoznak a jelenlegi kor meseírói. Nagyon szépek, nagyon élvezetesek a népmesék, a Benedek Elek mesék, vagy a Benedek Elek feldolgozásában megjelent mesék, de nincs utánpótlás. Legalábbis a vidékünkön nincs utánpótlás. Talán jó is lenne szorgalmazni, és talán nem is lenne rossz gondolat, hogyha valamelyik iskola felvállalná, hogy a meseíró gyerekeket versenyeztesse és díjazza, mert ez egy jó kihívás lenne. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Antal Margit, magyar szakos tanárnő, mindig kiveszi a részét a szervezésből, a mesemondó versenynek a lebonyolításából. Nehéz-e? Nem, ez egy nagyon-nagyon szívemnek örvendetes esemény. Nagyon örülök, hogy csinálhatom, de helyesbített csapatmunka, nem csak én. Igen, de valaki összefogja a szálakat. Igen, a szálakat össze kell fogni, én remélem, hogy jól csináltam, és remélem, hogy ezután is lesz, amit összefogni, lesznek olyan szálak. A megálmodója Zsigmondi Baja tanárnő volt, az iskolának az akkori magyar szakos tanárnője. Pár évig ő szervezte, utána átvettem én, amikor itt címzetes tanár lettem, és azóta folyamatosan csináljuk. Nehéz a mai gyerekeket rávezetni, vagy rászoktatni a mesemondásra? Nehéz-e őket meggyőzni, hogy milyen szép a mese, mennyit kapunk a mesétől? Mert azt látom, hogy inkább az internet, a Facebook e fele orientálódnak a gyerekek. Nehéz-e őket eltéríteni ettől? Nehéz. Én 30-hány éve tanárkodom már. Szinte összesen lehet hasonlítani a 30 évvel ezelőtti tanítványaimat ilyen szempontból a mostaniakkal, viszont nem lehetetlen feladat. Meg lehet velük szerettetni. A mai gyerekek nagy problémája, és a magyar szakos meg tanítónénik problémája a mai gyerekekkel lényegében az, hogy ők már képekre vágynak, nem szövegekre. Tehát ezért érzem nagyon fontosnak azt, amit itt csinálunk. A mesének az igazi küldetése, ami volt mondjuk nagyszüleink, dédszüleink idejébe, ma is az, vagy most átértékelődik az egész? Most másért olvasunk mesét, másért mondunk mesét, másképp mondjuk a mesét. Magyar mesekincsünk olyan örök értékeket hordoz, azt, hogy a jó legyőzi a gonoszt, hogy a legkisebbnek is sikerülhet bármi, hogy a szegény gyerek is felküzdheti magát, amit én örök érvényűnek érzek. Én azt látom ezeken a gyerekeken, az arcukon, ahogy előadják a mesét, hogy ők nem azért vannak itt, mert szólott a tanítónéni, vagy szólott otthon a szülő, hogy már pedig részt kell venni, meg kell méretetni. Legtöbbjük úgy szívből mondja ezt a mesét. Hogy látja a pedagógus? Ugyanígy. Van olyan gyerek, akit ha megszólít egy mese, akkor képes ezt a mesét továbbadni, úgy továbbadni, ahogy tanítjuk is, hogy szájról szájra terjed nagyon sokszor. Kiül a lélek az arcukra ilyenkor, és ez az a pillanat, amikor szerencsésen találkozik mese és gyermek és közönség a három. Gondolom, hogy nagy szerepe van a pedagógusnak abban, hogy a gyerek most megszereti a mesét, vagy nem szereti meg a mesét. Vagy például egy-egy ilyen mesemondó versenynek is nagy a szerepe, hogy jövőben is meri vállalni a színpadi szereplést, vagy nem meri vállalni. Kodály valamikor azt mondta, hogy a zenénk szeretete 9 hónappal a születés előtt kezdődik. Én ezt átvinném a mesék szeretetére is, mert úgy igazán az a gyerek lesz iskolás korában is mesemondó, aki meséken nőtt fel otthon. És akkor már könnyű a dolga a pedagógusnak. Az a gyerek, akinek sikerélménye volt egy mesemondó versenyen, az a következő évben
már bátrabban jelentkezik, szívesebben tanul be egy újabb mesét? Ez biztos, de biztos az is, hogy nagyon sokszor olyan gyermekek újra és újra eljönnek, akik talán győztesek, nem voltak nyertesek, igen, azzal, amit itt kaptak szellemi kincsként. Bolond Mihók, egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hitták, hogy Mihók. Azám a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegénynek a feje, hogy amit megkezdett, mindent a visszájáról végzett. Sok bút bajt okozott a szegény apjának, és ami keveset dolgozott, annak is csak a kárát látta, hasznát soha. Egyszer mit gondolt, mit nem Mihók? Azt mondta az apjának, hogy ő többet itthon nem killódik, elmegy szolgálatba. No csak eredj, fiam, mondta az apja. Sütött az anyja egy hamuba sülpogácsát, s Mihók elment szolgálatba. De még egy esztendő sem telt el, s visszakerült Mihók a faluba, s kérdezik az emberek. No, Mihók, mit szolgáltál? Jöjjenek csak kentek, ha mindjárt megmutatom. Azzal hátravezette az embereket egy csűrös kertbe, ottan volt egy nagy szénakazal, s abban elkezdett turkálni, kereskélni. Mit keresel, Mihók? Kérdezték az emberek. Hát, amit szolgáltam. És ugyanbiz, amit szolgáltál? Egy gombostit. Ó, te világbolondja, te! Hát máskor tűzd a kalapodba, ne a szalmakazalba, s kinevették az emberek. Még aznap vissza is ment szolgálatba, Mihók, s második esztendőben egy nyársat szolgált. Ő bezzeg megfogadta az embereknek a tanácsát, és felszúrta a nyársat a kalapjára. Jön haza Mihók, nagy kevélyen a faluba, kicsődülnek az emberek, kacagnak, nevetnek rajta. Ó, te bolond te, hát azt minek szúrád fel a kalapodba? Hát tanuld meg, hogy máskor a váradra kell vetni. Ennyi, hát ez tényleg igazat beszélnek. És még aznap visszament szolgálatba, és harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. Azt aztán szépen a nyaka köré vetette, lelógott a hátán, és amint ment egyik faluból a másikba, ahány kutya volt, mind ráugrott, letépték a hátáról a szalonnát, ott csak egy falás maradt meg belőle a nyakánál. Hazajű Mihók a faluba, és kérdezik az emberek. No, Mihók, mit szolgáltál? Mondja, hogy mit? A kutyák le is rágták mind a hátáról. Ó, te bolond! Hát miért nem vetted a hónod alá, hogy szépen hazahozod, felteszed a füstre, és egész esztendőbe lett volna a szalonnátok. Mihók belátta, hogy ismét igazat beszélnek az emberek, és következő esztendőben egy búrjat szolgál. Azt aztán szépen hazahozta, felvitte a padlásra, és felkötötte a füstre, és lement. Jönnek az emberek, örvendeznek Mihóknak, s kérdezik, hogy mit szolgált. Mondja, hogy egy bórjat. Hát hol a bórjú? Kérdezték az emberek. Ha fenn van a padláson, felkötöttem a füstre. Felmennek az emberek. Hát csak ugyanott volt a bórjú. Meg is volt füstölve becsületesen. Azám nem is bőgött többet. Ó, te bolond te! Hát azt miért kötted fel a füstre? Miért nem kötted a jászol elé, szépen vetettél volna elébe szénát? Ennyi, hát ezek megint igazat beszélnek. És Mihók visszament ismét szolgálatba. És következő esztendőben, akár hiszitek, akár nem, egy szép leány szolgált magának feleségnek. Hazaviszi a feleségét, és egyenesen az istállóba vezeti. Ott a jászóhoz megköti szénát vetelébe. És azzal elmegy, összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek hozzá vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek az emberek. Akarják látni a fiatalasszony, de nincs sehol. És kérdik Mihókot. No, Mihók, hát hol a feleséged? Hát, kin van az istállóba? Kimennek az emberek.
Hát csak ugyanott volt az asszony, a jászol elé kötve, s előtte egy nagy bokszéna. Ó, te boldogtalan te! Hát a feleségedet nem a jászol elé kell kötni, hanem meg kell ölelni és meg kell csókolni. Enye, ha igaza van Kenteknek, belátta Mihók ismét. Eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínomdánom lakodalom. Lejárt a lakodalom, boldogságban élt Mihók, s élték az olyan Mihókos életüket, ha meg nem haltak. Így volt, mese volt, aki nem hiszi, járjon utána. Kántor István, a Székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium 9. A-osztályos tanulója mesélt az elmúlt 5,5 percben. Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Pébozogány Árpád vagyok, a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrás Központ művelődés szervezője. Már nagyon régóta a zsűriben is részt vesz itt Szent Ábrahámon a mesemondó versenyen. Nagy a felelősség? Bizonyára igen, minden zsűritag ezt tudja is, és meg is szenvedi minden évben. Annyi tehetséges gyerek közül a díjazással mindig kiemeljük az általunk legjobbnak vélteket. Ez természetesen egy lökést is ad nekik, biztatást is jelent, jobban odafigyelnek arra a gyerekre majd más versenyen is ebben a körzetben, illetve a felkészítő pedagógusoknak is nyilván egy fokmérő, hogy hová jutott a szakmai munkájában. Szent Ábrahámon nagyon jó mesemondókkal találkozunk a Székelykeresztúr és környékéről. Mitől függ, hogy egy gyerek szeret mesélni, vagy nem? Úgy látom, hogy a klasszikus mesemondás, amilyen közegben Benedek Elek még mesét gyűjthetett, az régóta nem létezik. Átalakult, úgy kellene ezt mondani, viszont a gyereknek az igény az változatlanul megmaradt, századokra visszamenőleg így volt. Hallanak mesét otthon is, de a szülők, nagyszülők felolvasását valószínű nagymértékben pótolja, vagy helyettesíti is a tévéből, rádióból, hangfelvételekről hallgatott mese. A szülőnek meg a pedagógusnak valójában ott van a nagyobb szerepe, hogy olyan szövegek kerüljenek a gyerek füle közelébe, amely éppen az ő korosztályához szabott. Sokszor azt veszük észre, hogy éppen azért, hogy tévéből néznek mesét vagy rajzfilmet a gyerekek, érződik nálunk is ez a minimax hatás. Felkapják a mondat végét meg, nem beszélik azt az igazi, szép, tiszta magyar nyelvet, amit esetleg még a szüleik beszélhették. Valóban így van, és gondolom, hogy a pedagógus kollégáim is ezt alaposan meg tudnák indokolni. Én egyik okát abban látom, hogy a regionális köznyelv felé hajlik a mi tájnyelvünk, tehát a gagymenti és általában a Keresztúr környéki őző, meg jellemző a mi tájnyelvünkre az is, hogy bizonyos magánhangzókat elnyújtunk más vidékekhez összehasonlítva. De annak is nagyon erős hatása van, hogy a tévében látott színészek azok szerepelnek és nem mesét mondanak. Sértődés ne essék, ez egy eléggé általános jelentség, és a színpadra álló gyerekeknél ezt a hatást már nagyon-nagyon rég látjuk, vagy érezzük. Úgy érzi P. Buzogány Árpád, hogy néha a média hagyományőrzés címén írtja a hagyományt? Az, amit hagyományőrzésnek nevezünk, azt nem úgy kell őrizni, mint a hamu alatt a parazsat. Átalakulnak a dolgok, ezt néprajzi megközelítésből bizonyára részletesebben lehetne tárgyalni. Ami történik, akár egy mesemondó verseny megszervezése kapcsán, az valamilyen igényre születik meg. Az, hogy Szent Ábrahám a mesemondó verseny van 21 éve, az összefügg azzal is, hogy korábban Gagyban próza és versmondó verseny szerveztünk, és folyamánya ennek a két vetélkedőnek az, hogy a közeli Etéden a népdalt helyezték előtérbe. Mindennek oka és foka van, a József Attila fogalmazott. Hogy évek óta követtem ezt a mesemondó versenyt, én nagyon hiányolom azokat a gyerekeket, akik olyan igazi tájnyelven beszélnek. Például az őzést, azt úgy mondja a színpadon is. Mert a szünetben találkozunk a gyerekkel, ő olyan székelyesen beszél, vagy olyan keresztúriasan beszél, de a színpadon nem. Persze, amikor mi gyerekek voltunk, akkor az iskolában E-betűsön beszéltünk, pedagógus szüleim vannak mindketten, abban az iskolában tanítottak, én otthon őzve beszéltem, és a szüleimnek ezzel semmi gondjuk nem volt, sosem szóltak rá. Később majd 9. osztálytól váltottam át az irodalmi nyelvváltozatra, hogy a társaimmal is úgy beszéltem.
ez a falumban, és mindegyik környékbeli településen gondolom egy természetes jelenség volt. Viszont most főleg a médiának az erős hatása folytán a kiegyenlítődés hatása nagyon megmutatkozik olyan szempontból, hogy a gyerekek már otthon is az irodalmi nyelvváltozatot beszélik a szülőkkel. Ennek nyilván van pozitív hatása, a negatív hatása az, hogy nem fogják ismerni a tájszavainkat, hogy nem tudnak 10 fafajtát felsorolni, 10 féle madarat elmondani, mert már nem egy olyan közegben élnek, mint 40 évvel ezelőtt mi, ahogy éltünk, vagy a szüleink és nagyszüleink. Ezt el lehet utasítani, lehet bármit mondani rá, de el kell ismerni, hogy ez egy valóság. Ez alkalmazkodni kell, és javítani lehet rajta bizonyára. A zsűri mire fekteti a legnagyobb hangsúlyt, amikor pontozza a fellépőket? Úgy gondolom, az eddigi évekre visszapillantva, hogy elsősorban a tehetség. Díjazzuk azokat a szempontokat, amelyek egy ilyen versenyen nyilvánvalóan figyelembe vannak véve, tehát hogy mennyire ismeri, mennyire éli a szöveget a gyerek. Az egyéni kvalitásokat különösképpen igen, és harcolunk azért, hogy a gyerek ne egy pedagógus, vagy nagyszülő, vagy szülő által betanult változatot mondjon föl, akár hibátlanul is. Azt hiszem, hogy egy ilyen rendezvénynek ez a lényege, hogy az egyéni kvalitásokat úgy emelje ki, hogy beleilleszkedjen abba az elvárásrendszerbe, amit a pedagógus társadalom is bármiféle zsűri támaszhat egy ilyen jogképességi előadóval szemben. Mikrofonunk előtt Dáni Szilárd, Hargita megyei magyar nyelv és irodalom szakos szaktanfelügyelő. Évek óta követi figyelemmel, hogy mi zajlik itt a Szent Ábrahámi Mesemondó versenyen. Ahogy telnek az évek, jobb vagy, ha nem jobb, de legalább olyan a felhozatal, mint a kezdetekkor? Nem voltam itt a kezdeteknél, és nagyon sokáig hívott az igazgatónő, és objektív okok miatt nem tudtam jelen lenni. Egy jó pár éve veszek részt, most már nem is tudom, 5-6 éve mindenképp ezeken a versenyeken, és úgy látom, hogy egyenletes a színvonala, tehát minőségileg jó ez a verseny, és a megyei mesemondó versenyek körében egyik kiemelkedő helyszín Szent Ábrahám. Úgy van ez szervezve, hogy vidéki iskolák vállalták fel a mesemondó versenyeket. Gyergyó környékén Ditróban van egy helyszínünk, Csíkszeredá környékén Madarason. Udvarhelyszék maradt versenyhelyszín nélkül, ott az egy negyedikes osztályosoknak, udvarhelyieknek az Orbán Balázs Általános Iskola szervezi. És azért van ennek jelentősége, mert hogy itt az első helyet elérő diákok részt vehetnek az október-november hónapban szervezésre kerülő országos mesemondó versenyen. Ez az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége a főszervezője ennek a versenynek, a minisztérium pedig felvette ezt a versenyt az elismert versenyei sorába. Nagyon sok versenyre, nagyon sok olimpiászra készülnek a tehetséges tanulók. Ez mennyire terheli le őket? Úgy vélem, hogy a mesemondás az egy másik kategória. Itt nem feltétlenül a legjobb tanulók jönnek el. Gondolom, köztük vannak nagyon jó tanulók, mert hogy látszik, hogy kiállnak a színpadra, hogy elmondják a mesét, de nem feltétlenül a legjobbak. Az elmúlt években volt arra példa, hogy gyengébb tanulók is tovább jutottak az országos szakaszra, és díjat is hoztak onnan, mert annyira spontán módon, annyira ízesen mondták el a szöveget, a helyi nyelvjárást használva, hogy nem lehetett azt nem díjazni. A mai világban, amikor a gyermekeket inkább az internet, a Facebook érdekli, mivel lehet motiválni, hogy mesét mondjanak, mesét olvassanak? Úgy vélem, hogy ez nagy mértékben függ a pedagógustól, aki tanítja őket. Gondolok itt a tanítóra, magyar tanárra, vagy bármilyen más tanárra, aki foglalkozik ezzel a témával. Ők tudják motiválni. Nagyon kevés az a gyerek, gondolom, aki otthonról motiválnak. Pedagógus gyerekeket látok gyakran fellépni azért ezeken a versenyeken. De gondolom, hogy nagy mértékben a pedagógusoktól függ az, hogy egy gyerek szívesen vesz részt egy ilyen versenyen, illetve ha ráébred arra, hogy az ő készségei alkalmasak a mesemondásra, akkor szívesen fog járni mesemondó versenyekre. Gondolom, hogy egy idő után már a pénz kérdés az nem kérdés, mert ha látják a vállalkozók, hogy egy színvonalas rendezvény van, akkor szívesen besegítenek az anyagiakba. A tanfelügyelőség tudja segíteni anyagilag, vagy valamilyen képpen a szervezőket, vagy azokat az iskolákat, akik küldik a versenyzőket? Sajnos nincs kerete a tanfelügyelőségnek erre. Olyan versenyek, amelyek az országos versenylistán szerepelnek, és országosan támogatott versenyek, ezekre a versenyekre a megyei tanács egy bizonyos összeget juttat a tanfelügyelőség számára, és ezekből az összegekből lehet az utazási költségeket finanszírozni. De abban az esetben, hogyha egy verseny nincs az országos listán, akkor a tanfelügyelőségnek erre anyagi kerete nincsen. Színvonalas
hatásabb lenne mondjuk egy verseny, hogyha erre a tanfelügyelőség is tudna pénzt adni? Nem hiszem, hogy a pénzen múlik a színvonal. Amúgy is ezeknek a gyerekeknek önmagában egy oklevél, egy könyv sokkal többet jelent, mint egy pénzösszeg. Tehát nem a pénz a fontos, hanem az, hogy egyáltalán figyelnek rájuk. És ilyen alapon nézve a dolgokat úgy vélem, hogy nagyon jó, hogy egy ilyen rendezvényt itt Szent Ábrahámon ilyen sokan támogatnak, mert ahhoz, hogy szívesen jöjjenek jövőben is a távolabbi iskolák is, ahhoz nyilván erre szükség van, de nem hiszem, hogy ezen múlna a dolog. Tanítóknak, a magyar szakos tanároknak valahol ez számít, hogy az ő tanítványa részt vesz egy ilyen versenyen? Egyedül az úgynevezett érdemfokozat esetében, amit 5 évente kaphatnak, a tanárok összlétszámának 16%-a kaphatja ezt meg évről évre, és 5 évig kaphatja ez fizetésére rájövő 25%. Tehát ebben az esetben egy-egy verseny, egy-egy sikeres versenyző, egy-egy első helyet elért versenyző nyomalatban. Ilyen szempontból számíthat az, hogy valaki részt vesz megyei szintű, vagy akár körzeti szintű versenyeken. A makrancos lány. Élt egy módos lány az egyik faluban. Már eladó sorba került, majdnem minden legény meg is kérette, de mindnek kosarat adott. Egy vasárnap délután együtt voltak a legények, kiállott hát közülük egy szegény legény, és azt mondta. Ti már mindnyájan kosarat kaptatok, de én még nem. Elmegyek ahhoz a büszke lányhoz, megkéretem én is. Adjon Isten jó napot! Adjon Isten neked is, fiam, mi áradban vagy? Kérdezte a lányapja. Elveszem a lányukat, ha nekem adják. Az apa helyett a lány szólalt meg a búbosról. Tudja, mit mondok én magának? Há, mit? Én eddig mindenkinek kosarat adtam, de magához elmegyek feleségül. De nagyon gondolja meg, hogy elvegyen engem, mert bennem olyan kutya természet van, hogy ha megharagszom 2 hétig is elülök a búvoson, hogy nem szólok senkihez, s nem dolgozok semmit. Csak ennyi lenne a gond. Mindnyájunkban van valami hiba. Miért? Talán magában is van? Bizony, bennem is. Hát mi baja lehet magának? Ha vizet iszom, attól berúgok, ha bort iszom, attól kiózanodok. No, még ilyet sem hallottam világ életembe, hogy a víztől is be lehet rúgni. Hamarosan megtartották a lakodalmat. Éltek, mint a szelíd galambok, néhány hétig. Egyszer az ember elvégzett az istálóban a marha körül. Ment be a házba, hát a felesége a búboson gubasztott. Édes feleségem, készíts reggelit, mert szántan indulok. Mi bajod van, hogy a búbosra telepettél? Ennyi volt a válasz. Az ember nem tehetett egyebet, evett, amit tudott, elment szántani a béres gyerekkel. Ahogy este hazajönnek, a sok apró jószág az udvaron éhen szomjon. Édes feleségem, nem sajnálod azt a sok szegény állatot? Miért nem adsz nekik enni? Gyere le onnan, főzzél vacsorát! Ennyit vetett oda az urának. Harmadnapon a gazda azt mondta a béres gyereknek. Eredj a sűrűbe! Vágjál 4-5 szál veszőt, olyan vastagot, mint az ujjam! Utána menj haza, s óvatosan húzódj fel a padlásra. Ha majd azt mondom, hogy édes jó Istenem, adjál nekem egy szál veszőt, akkor hajtsál le egyet. Ment haza a gazda, de a menyecske még akkor is a búboson. Édes feleségem, még most sem sajnálod azt a sok szegény állatot. Gyere le onnan, főzzél vacsorát, mert már 3. napja nem ettem főtételt. Ennyit mondott. Az ember maga elé vette a vizes vödröt, iszogatott belőle, elkezdte az éneklést. Hej, dere, dere, dere! Az asszony csak nézte, megint ivott az ember egy bögrével. Hej, dere, dere, dere! Édes jó Istenem, adjál nekem egy szál vesszőt! Megkapta a padlásról a vesszőt, nekiállott a verésnek. Ütötte, verte az asszonyt, ahol érte, míg a vesszőből egy darab maradt. Akkor megint. Édes jó Istenem, adjál még egy szál vesszőt! Levetette a béres gyerek a másikat. Azt is összetörte az asszonyán. Kaphálózott az asszony, már véres volt mindene. A fiatal ember meg. Édes jó Istenem, adjál még egyet! Erre levetette a béres gyerek a legvastagabbat. Na most már megjetten a menyecske. Leugrott a búbosról, kapta a vizes vödröt, kizuhintotta belőle a vizet. Utcu a pincébe telehozta borral.
Édes párom, így áll! Jaj, hogy száradjon ki minden kút a világon, hogy ennyire kifordít a természetedből. Az ember itt a bort, aztán úgy tett, aki magához tért. No, látja, milyen részeg volt, hogy összevert. Mikor? Jaj, hát nem is emlékszik rá, annyira berúgott a víztől, de többet egy cseppet se igyon, csak bort. Azután megpajtásultak. Megbékélve mondta az ember. Haragszol-e még, asszony, hogy úgy megvertelek? Magára már nem haragszom, csak arra jó Istenre, mert akárhányszor kért tőle vesszőt, mindig adott magának. Azután szép életet éltek, soha nem volt köztük háborúskodás. Simény Balázs a kisholymosi Augustinovics Pál általános iskola 8. osztályos tanulójának meséje hangzott el. Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen. Fodor Boróka vagyok, a Székelykeresztúri Petőfi Sándor általános iskola 5. B osztályos tanulója. Isztoika Máté vagyok, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 12. A osztályos diákja. Kántor István vagyok, Székelykeresztúrról érkeztem, az Orbán Balázs Gimnázium 9A osztályos diákja vagyok. Simény Balázs vagyok, a kissajmosi Augustinovics Pál általános iskola 8. osztályos tanulója. Miért jó mesét mondani? Vannak olyan mesék, amik nem ilyen sablonosak, úgy jó átélni őket. Sok mesét szoktál olvasni? Igen, szoktam. Én is nagyon sok mesét olvasok. Általában regényeket szoktam olvasni, de egy mesén még mindig el tudok jókat röhögni, meg csodálkozni, hogy mennyire feldolgozzák a paraszti életet. Szerintem egy mese minden ember számára fontos, mivel hogy a mese egy fokig egy ilyen lelki szükség, amit a fiatalok és az öregek mindnyájan igénylik. És egy mesébe beleolvasni kicsit olyan érzés, mintha a saját valóságunkba olvasnánk bele a mindennapjainkba, egy kicsit megfűszerezve a humor világával. Én azért szeretem a meséket, mert ki tudok tőle kapcsolódni, és el tudom magam zárni a külvilágtól. Miért van az, hogy egyre kevesebb gyerek olvas mesét? Szerintetek mivel lehetne rászoktatni a pajtásokat a meseolvasásra? Szerintem azzal lehetne, hogy a szülők, hogyha kicsikorukban olvastak nekik meséket, akkor talán érdekelni fogják őket, és nem az, hogy most az ilyen modern eszközökkel foglalkoznak, hanem egy kicsikét olvassanak is érdekeseket. Te melyik mesét szereted a legjobban? A népmeséket, vagy modern meséket, varázsmeséket? Nekem mindegyik tetszik, de leginkább a népmeséket szeretem. Én a problémát ott látom, hogy a mai fiatalok nagyon benne vannak az internet világában. Már nincs szükségük arra, hogy olvassanak, hanem inkább vizualizálni szeretnének. Tehát vannak mesék például az interneten is, akkor nézzék a meséket, ha nem olvassák. De azt sem teszik legtöbben. Ezt kicsikorban el kellene kezdeni, és hogy megoldani a problémát már akkor meg kellene nekik mondani, vagy esetleg rászoktatni őket, hogy olvassanak, vagy épp nézzenek mesét. István, veled legtöbb mesemondó versenyen találkozunk, kicsikorod óta hallgatjuk a meseidet. Mikor kezdted el, és miért kezdted el? Mesemondást én első osztályos koromtól megkezdtem, amint meghallottam egy mesét. Valahogy engem úgy elvarázsolt az a világ, és én is úgy át szerettem volna élni, mint hogyha élnék én is abban a jó világban, ahol csak a jó győzedelmeskedik, és a gonosz nem, és ahol mindenki megtalálja a méltó büntetését. És valahogy én ebbe a világba úgy bele tudtam élni magamat, és nagyon szerettem, és ahogy rátaláltam a mesére, persze első osztályban a tanítónénim segítségével, mivel még nem nagyon tudtam olvasni, még akkor kapizsgáltam a tudásnak a dolgait, és utána az is ösztönzött engem az olvasás megtanulására, hogy tudjam elolvasni a mesét. Hogy tudjak magamra is mesét olvasni, és megérteni ennek a csodás világnak a működését. Balázs, te mennyit kell tanuljad a mesét, hogy ilyen szépen add elő? Nekem a mesét nem tart sok ideig megtanulni, mivel hogy nem szó szerint kell mondani, hanem a lényeget kiszűrni belőle, és azt elmondani a közönségnek. Úgyhogy nem tart sokáig. Boróka? Én nem tudok úgy mesét mondani, hogy pont szó szerint, ahogy le van írva a lapra. De így többször elmondjátok otthon, hogy körülbelül hogy legyen, mint legyen az előadásmód? Igen, elmondjuk. Nekem a felkészítő a magyar tanárnőm volt, és ott szinte minden nap elmondtuk a mesét. Természetesen mi egy előadással készülünk, így jó párszor el szoktam otthon mondani. De hogyha tudom a mesének a logikáját, akkor azt mondhatom, hogy szinte egy saját mesét találok ki. Szerintem a mese az egy olyan dolog,
ami ugye kialakulása szerint a nép alakította, aki szájról szájra terjedt. Ami azt jelenti, hogy mindig megváltozott egy szinten, és Benedek Elek is a meséket összegyűjtötte, amik annyi változáson mehettek végig az idők folyamán, míg az emberek egymásnak átadták szájról szájra, hogy már teljesen meg is változhatott. És szerintem egy mese akkor jó, amikor mindenki belé tudja egy kicsit tenni a nézőpontját, a saját érzéseit és a saját gondolatait belé, és ezzel lehet őrizni a legjobban a hagyományt. Hogyha egy mesemondó versenyen értékelik azt a produkciót, amit ti hoztok a színpadon, ez motiváló, hogy folytassátok tovább? Hát igen, egyrészt nagyon motiváló azért, hogy folytassuk, mert ez nekünk jó, és tudjuk csinálni. Igen. Természetesen nem az a legelső, hogy valamilyen díjat kapjunk, de nagyon motiváló. Motiválja az embereket, mindenkit, mikor elismerést kap másoktól, de szerintem nem az a fontos, hogy egy versenyen ki nyeri meg, és ki nem nyeri meg, hanem az, hogy elmegyünk, és próbáljuk ezt a már úgymond kihaló félben lévő műfajágat úgymond képviselni, és szerintem nagyon fontos felidézni az embereknek. A barátok, az ismerősök örülnek a ti sikereiteknek? Azért számít az, hogy kitől is jön ez az elismerés, nem? Mennyire őszinte ez az elismerés? Hát számít, mert a barátaink is tudnak ösztönözni arra, hogy folytassuk ezt, és jól esik azért, hogy a barátaink is megdicsérnek minket. Igen, jól esik, az osztálytársak megdicsérnek, mert nekik sem az a fontos, hogy most harmadik lett, és ó, miért nem tudtad ezt jobban mondani, vagy ilyenek. Néha a barátok mondják nekem, hogy miért jövök ilyen versenyekre, és hogy miért tanulok verseket, vagy esetleg meséket. Erre az a válaszom, hogy én nagyon élvezem ezt csinálni, mondani. Engem a barátaim mindig is ösztönöztek, hogy én mondjak mesét, és azt szerettem én mindig legjobban, hogy el is mondjam nekik, hogy ők is hallják meg a mesét, és ők is íjjék bele magukat a világba. Tehát nekem mindig is a mesemondásnál az volt a legfontosabb, hogy másnak tudjam átadni. Hogy másnak tudjam úgy átadni, hogy az értelmet nyerjen neki, és hogy ő is megszeresse, és talán mikor hazamegy, ő is elővesz egy könyvet, vagy most már ebben a modern világban felnyissa a laptopot, bekapcsolja, és ő is elolvas egy mesét. Nekem mindig is ez volt a célom a mesemondással. Itt van körünkben Bálint Irma tanárnő, a Kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskolának az igazgatója is. Pár éve részt vesz ezen a mesemondó versenyen. Milyennek tűnik a verseny színvonala, milyenek ezek a gyerekek? Azt gondolom, hogy nagy-nagy szükség van ezekre a versenyekre. Mint verseny is, de főképpen azért, mert együtt lehetnek a gyermekek, megszólalnak, és egy gyönyörű, szép nyelven szólalnak meg. A verseny színvonala az mindig attól függ, hogy milyen gyermekek neveznek be. Jó a verseny, még akkor is, hogyha vannak olyan versenyzők, akik gyengében mondanak mesét, hiszen attól színes. A mesét van, aki tudja mondani, van, aki csak egyszerűen elmond valamit, de mivel az anyanyelvén szól, és kifejez egy érzést, ezért jónak tartom. A mese az mindannyiunkhoz szól. Legyen az felnőtt, legyen az gyermek, mindenki szívesen olvas mesét, szívesen hallgat mesét, tehát az az érzésem, hogy mindannyian, akik ezen részt veszünk évről évre, nyertesek vagyunk. Nem csak azok, akik a színpadon állnak, nem csak a gyermekek, akik elmondanak egy-egy mesét, hanem azok is, akik felkészítették őket, akik meghallgatják őket, vagy egyszerűen csak éppenséggel betévedtek ebbe a terembe, és mesét hallgattak. Kápolnásfaluban nehéz a gyereket rávenni arra, hogy mesét olvasson, mesét mondjon? Kápolnásfaluban nagyon sok gyermek olvas mesét. Hála Istennek van egy nagyon szépen felszerelt könyvtárunk, gazdag könyvállománnyal, és nagyon sokan járnak a könyvtárba. A kicsik nyilván mesével kezdik, de nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy felső tagozatos gyermekek is mesét, könyvet vesznek a kezükbe, szívesen olvassák a mesét. Mondanak is mesét természetesen. Általában a tanítók szeretik, hogyha jól kidolgozott meséket állítanak színpadra, de ennek ellenére nagyon sokan azért az osztályban egy-egy alkalommal, vagy valamilyen előadás alkalmával is mondanak mesét. Azért is jó ez, mert buzdítja őket, bátorítja arra, hogy olvassanak, meséljenek, és szerepeljenek. Mert arról szól az egész élet, hogy valahol el kell adni magunkat. Tehát, hogyha megtanulják azt, hogy jó mesét hallgatni, majd jó mesét olvasni, majd jó azt elmesélni másnak, akkor megtanulják azt, hogy majd felnőttként valahol el kell mesélnem az életemet, az életrajzomat, el kell adnom magamat, tehát a mese ebben is segít nekik. Meg a másik dolog, nagyon sok érzelmi
töltettel rendelkezik a mese, és az érzést, amit kapnak a mese által, azt tovább víve az emberi kapcsolatokat erősíti. Tehát a mese az mindenképpen fontos egy gyermek életében, és ezt hol tanulná meg leginkább, mint a könyvtárban, még az óvodás gyermek is, akit időről időre gyakran beviszünk a könyvtárba. Az 5-8. Osztályosokat és a 9-12. Osztályosokat hogyan lehetne megőrizni a mese számára? Őket mivel lehet motiválni? Nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy miért került oda ez a világ, hogy részben a gyermekek elfordultak a könyvtől. A nagyobb gyermekek, felső tagozatosok, gondolom a középiskolások még inkább az internet, a digitalizált világ felé fordulnak, és azt gondolják, hogy az a minden. Ezért kevésbé vesznek kezükbe mesét. Azt gondolják, hogy az kisgyerekeknek való. Nagyon sokat kellene, vagy kell azon gondolkodnunk, meg tennünk azért, hogy a nagyobbakat is bevonjuk ebbe a munkába, hogy megszeressék és magukévá tegyék a mesét. Az internet, a Facebookon való utazás a gyermeknek azt sugallja, hogy ez a világ, kinyílt a világ, és azt gondolja, hogy a Facebook által rengeteg barátja van. Majd egy adott pillanatban rájön arra, hogy egyedül van. Teljesen elmagányosodik, és akkor lehet, hogy visszatér a meséhez. Lehet, hogy ott találja meg azt a barátot, amelyik bizonyos esetekben, bizonyos lelki válságokban segít neki. Úgy gondolom, hogy sokkal többet kellene foglalkoznunk a gyermekekkel, fölhívni a figyelmüket arra, hogy mit rejt magában a digitalizált világ. Nagyon jó, szükség van rá, csak nem tanítjuk meg nagyon jól használni. És hogyha a gyermek magától használja, akkor lehet, hogy éppenséggel rossz útra téved. Szoktam én üzeneteket küldeni a gyermekeknek, üzeneteket ezt idézőjelben mondva, mert idézetekként az osztályban kifüggeszteni. Olyan idézeteket, amelyek valamit mondanak nekik, amelyek figyelmeztetik arra, hogy vigyázz, mert elveszíted azt, aki melletted van. Elveszíted az emberi kapcsolataidat. Hogyha azt tudnánk megállítani, hogy nem minden esetben nyúljon a telefonja után, nem minden körülmények között a Facebookon legyen, az interneten legyen, hanem könyvből informálódjék, hiszen az biztosabb, vagy a barátjával beszéljen, akkor bizonyára elérnénk azt, hogy sokkal többen megmaradnának ebben a mesevilágban. Nálunk az iskolában nem szabad telefont hozni, és ezt azért is tesszük, hogy szüneten a gyermekek egymással beszélgessenek, rendezvényeken egymással beszélgessenek, és ne pedig a telefonhoz nyúljanak léptennyomon. Mert hogyha olvasnak, ha beszélgetnek, akkor az emberi kapcsolatok, az igazi emberi érzések azok átadódnak, megmaradnak a kapcsolatok, ha nem viszont elvesznek. Szomorúan látom sokszor, amikor az úton megy két fiatal, két diák, és telefonjukat nyomogatva nem szólnak egymáshoz. Tehát elveszítették már a kapcsolatot egymáshoz, és ez annak is a következménye, hogy majmolják a külföldöt. Jaj, de jó, hogy ide fejlődött a technika. Tehát pedagógusként nagyon nagy szerepünk lenne abban, hogy figyelmeztessük, hogy nem jó ez. Az emberi kapcsolatokra van szükség. Szoktam mondani a gyermekeknek, hogy soha nem az a fontos, hogy mi van körülötted, anyagi tárgy, hanem hogy ki van melletted. Ki az, akihez szólhatsz, ha bajba vagy, ki az, akitől tanácsot kérhetsz, ha szükséged van rá, ki az, akit megsimogathatsz, ki az, aki téged is megsimogat, vagy meghallgat. Sajnos egyre kevésbé jut időnk ezekre a dolgokra, de nagyon-nagyon oda kellene figyeljünk. Próbálkozunk. Reméljük, hogy lesz sikere. Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Szent Ábrahám vendégei voltunk. Meghívottainkkal a mese fontosságáról és mai üzenetéről beszélgettünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Mesevilág, csodavilág, annyi varázs és titok. Most a szemem, ha behunyom, elvarázsolt erdőben vagyok. Itt minden áll, csupa virág, a
aranytollú páva kísér utamon az élet vízéből jót merítek, és majd nektek felhozom. Mesevilág, csodavilág, addig jó, míg elhiszünk. Míg a varany, béka király és a fók szép ruhát sző nekünk. Csupa derű, ez a világ, biztos, hogy a jó győz, biztos, hogy a szép, és a gonosz mind elnyeri majd a megérdemelt büntetést. Jönnek sorra bűnnének manók, tárdos garipák és télapok, hófehérke és a hírca pálás törpe koronás, daliák, és a gonosz boszorkány is itt vallak felül. Hamuban sűz, útra valós, a pásztor veled megfelelsz. Bajban segít a hangya király, s csipke rózsikánk is ébredez. Itt minden át, csupa virág, aranytollú páva kísér utamon, az élet vízéből jót merítek, és majd nektek elhozom. Mesevilág, csodavilág, addig jó, míg elhiszünk. Míg a varany, béka király, és a pók szép ruhát sző nekünk. Csupa derű, ez a világ, biztos, hogy a jó győz, biztos, hogy a szép, és a gonosz mind elnyeri majd a megérdemelt büntetést. Jönnek sorra tündérek, manók, tálos karipák és télapók, hófehérke és a hírca pálas törpe koronás, daliák, és a gonosz boszorkány is itt vallak felül. Hamuban sül, útra valós, a pásztor veled megfelelsz. Bajban segít a hangya király, s csipke rózsikánk is ébredez. Suhanva száll a griff madár, s cipeli a sárkány mind a hét fejét. Mit a király ki harcban levár, s elnyeri a lány kezét. Mesevilág,